Biztos, hogy itt valami háttérmegegyezés van a nagy dohánygyárak és a kormány között. <simizat> Zaher Gábor kimondta azt, amit egyébként sokan sejtenek, az elf azért illegális, mert a kormány és a dohánygyárak a háttérben szépen megállapodtak egymással. Vagyis üzleti okok állhatnak emögött. Én is szeretnék veled kötni egy megállapodást, de egyáltalán nem titkosat. Ha feliratkozol a csatornára és megnyomod a csengőt, mindig fogsz értesítést kapni arról, hogy mikor teszek ki új videót. Úgyhogy iratkozz fel! No! Zahar Gábort meghívták az ATV Start című műsorába, hogy jól megmondja a nézőknek, hogy az bár rossz. Értem? Okay. Okay. Meghívták azért, hogy elmondja, hogy mennyire fantasztikus, hogy betiltották ezt az elektromos cigit. Ami egyébként egy rakás országban teljesen legális. És akkor ez a zaher képes elrontani a bulit azzal, hogy először jól leoltja a műsorvezető csajt, hogy hülyeségeket beszél, majd azt is elmondja, hogy ez az elf, bár tulajdonképpen hát, hát az vele a legnagyobb probléma, hogy jó. A műsorvezető hölgy mielőtt átsértált volna Zaherhez, hogy kérdéseket tegyen fel neki. Dohányzással és alkohollal kapcsolatos kutatásokról beszélt, amiben egyébként Zaher szerint nagyon sok baromság volt. De a végén jött a legjobb. A hölgy szerint ugyanis az elfbár egy designer drog. Na én itt kész voltam. Ennél már csak az volt viccesebb, amit erre Zaher Gábor reagált. Lássuk. Ami a legmegdöbbentőbb ebben az egész helyzetben, ami ma a fiatalokat érinti, az talán az, hogy a designer drogok fogyasztásában a magyar fiatalok az élen végeztek, és ide tartozik a ma már említett egyébként elf bár is. Hogyha valaki most azt nem értette, hogy miről beszélek, azon nem csodálkozom ezzel a szóval, én is néhány hete találkoztam először, de már is képbe fog minket hozni. Zaher Gábor, toxikológus, jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt, ha beleszólok rögtön. Mondja kérem, az bocsánat, a bocsánat, amit mondod, de ennek a fele nem volt igaz. Komolyan? Fele nem volt, a felmérés... és, 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 rettenetesen rossz retorikát használt, mert egy csomó dolgot kevert, és ebből szerintem olyan dolog jött le a nézőknek, ami abszolút butaság. Még akkor egy. mondhatjuk is, Befejez, hogy jó Nem, hír. nem, mondom, mondom. A design and az elvbára nem összekeverendő. A dizájnerők tök más. Zaher Gábor szerintem teljesen jogosan akad ki, hát nyilván ő is rég látott már ilyen mértékű felkészületlenséget. Ha egy műsorvezetőről, egy újságíróról egy interjú közben kiderül mondjuk, hogy valamit nem tud, vagy rosszul tud, hát zákson. Az nem a világ vége. De ennek az interjúnak egyetlen egy témája volt, amit előre lehetett tudni, az elvbár. Nem kellett volna bevágni a komplet Larus enciklopédiát, csak az elbára kellett volna egyszer rákeresni. Na most komolyan, két kattintás az interneten. Két kattintás, és megtudod, hogy az elfbár egy eldobható elektromos cigaretta, nem designer drog. Ahogy a marboló például nem heroin. Az ATV-nél a műsorvezetők úgy körülbelül hány percet szánnak arra, hogy felkészüljenek az adásra, vagy inkább kérdezem úgy, hogy hány másodpercet? műsorvezető hölgy ezután még annál is kínosabb helyzetbe keverte magát, mint amiben addig volt ugyanis. Nem volt elég, hogy csúnyán bejégett országvilág előtt, még le is tagadta azt, amit pár másodperccel ezelőtt mindenki világosan hallott. Mondom a designer drogot, nem szabad keverni az bárral Teljesen más dologról van szó. Ezt nem is kevertem egyébként. De, 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 vagy de, csak a, a, a bekötésnek de, egyébként De rossz volt. A bekötés. volt de... a bekötés. A bekötés miatt kellett hülyeségeket beszélni, hogy ne. Jézus Mária, az előbb mondtad, drágám, hogy az elf bár egy designer drog, erre letagadod. Nem talált a Sanyi bácsi a hídgyűliben egy fokkal alkalmasabb jelöltet erre az állásra? Na hát. Jó, mondjuk a hölgy nem csúnya, nyilván ez is fontos. Ezután jött az a rész az interjúban, amikor Zaher Gábor nagyon veszélyes vizekre tévedt. Konkrétan elkezdte reklámozni az elfbárt. Nyilván akaratán kívül, de a lényeg, hogy elmondott nagyjából mindent a cuccról, meg azt is, hogy egyébként ez a manórút, hát ez, ez, tök jó. Na ezek után valószínűleg az is elvbározni fog, akinek ez eddig eszébe se jutott. Ez egy zseniális ötlet, azt kell, hogy mondjam. Mert nem arról szól, hogy pucolgatni kell, töltögetni kell, ez 1500, 3500, 6500 hívásra jó. Persze vannak újra tölthető, stb. című dolgok, de összességében ez egy illatos olyan dohánytermék, amelyikben van 2 vagy 5 nikotin, de létezik belőle olyan is, amelyik nikotinmentes. És az egésznek az a rák fenéje, hogy jó. Most ettől a pillától kezdve, például az a mondat, hogy a gyerek... Hát, hogy az íze jó, vagy Na, ilyen? Kellemes. Aha. Abszolút. Nem, nem az íze jó, hanem a merevsége, meg a szívhatósága, meg az, hogy olyan jól áll a szádban. Hát persze, hogy az íze jó, mégis mi a tököm lenne jó? A toxikológus ezután kimondta azt, amit én a múltkori elvbáros videómban hogy semmi sem akadályozza meg a kormányt, hogy megnézze, hogy mégis mi van az elfbárban. De hát ezt valamiért nem hajlandó megtenni. Na vajon miért? Egy valamit tudunk mondani, hogy ebben az elvárva pontosan nem tudjuk, hogy mi van. És ez a nagyon gáz, mert beszélünk már a kettő hete, de még pártunk és kormányunk nem vette magának ezt a fáradtságot, hogy azt mondja rá, hogy kérem szépen, ott van ilyen, olyan, amolyan intézet, szedjetek már szét egy elvárt, azt nézzétek már, így néznek ki különben, nézzétek már meg, hogy mi a rosszabb van benne. Egy vegyész számára ez egy egynapos munka, és akkor van egy lista, és a listában le van írva, hogy ez van, ez van, ez van, és akkor pontosan tudjuk azt, hogy igen, a nikotin az függőséget okoz, hogy a többi benne lévő egyéb alkotó résznek milyen hatásai lehetnek mondjuk a légzőrendszerre, esetleg felszívódva a szisztémáson a szervezetre, erre egyelőre még csak találgatni tudunk. És pontosan ez ebbe a ebbe az a legegyszerűbb, hogy betiltjuk. Ha betiltottuk, akkor innentől kezdve a fejünket a homokba dugjuk, de biztos, hogy itt valami háttérmegegyezés van a nagy dohánygyárak és a kormány között, mert abban a pillanatban, hogyha ez legálisan kapható, lehet persze 18 év fölött, stb. 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 A, a dohányboltokba, akkor abban a pillanatban mondjuk egy nagy dohánygyárnak ez egy 25-30-40 százalékos veszteséget jelentene, mondani, mert, hogy ugye ezt hogy Hogyha legálisan kapható lenne, mert hogy elvileg ezek a termékek nem, le, nem legálisan kaphatóak. Hát abszolút, ag. így van, így van. Érdekes, hogy az ember megérkezik Esztergomba, átsétál a hidon, már Szlovákiában és az első utcán balra már abszolút legálisan ezt megveti. Én a múltkori videómban arról beszéltem, hogy ner üzletet sejtek a háttérben. Zahera dohánygyárak és a kormány esetleges megállapodásáról beszél, miközben nem kizárt, hogy erről a kettőről egyszerre van szó. Van egy olyan hatóság, hogy szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága. Na ez az a hatóság, ami azt állítja, hogy Brüsszel akadályozza a hatékony védekezést az elfbárral szemben. Brüsszel. Szerintem a következő soros lesz, aki meg akarja majd mérgezni a gyermekeinket. Nyilván készülnek már a plakátok. Amit én erről olvastam, abból nekem az jött le, hogy a drága magyar kormány nem pusztán az elfbárt akarja kinyírni, hanem a komplett eldobható cigi bizniszt és a komplet hevítőrút bizniszt. Mármint nyilván azt a részét, amivel nem tud megállapodni, ami nem az övé valamilyen módon, ami nem neki hozza a pénzt amiben az a legkiább hogy a hevítőrúdban éppen az a jó, hogy sokkal kevésbé káros, mint a cigaretta, ami nincs betiltva. És egyébként az a hevítőrúd, amit a kormány hozzájárulásával állulnak a dohányboltokban, az dohány alapú, nikotinos és ízesített, amit meg véletlenül majd be akarnak tiltani az elfbár után, annak a nagy része nem dohány alapú, hanem gyógynövény meg tealevél alapú, füstmentes és elég nagy része nikotinmentes. Vagyis az Ormán kormány most könnyen lehet, hogy arra készül, hogy üzleti érdekből eltünteti a piacról a dohányzás valóban egészségesebb alternatíváját. Csak hogy mindenki egészséges legyen. A szívásra világító végénél is sokkal világosabb, hogy ez a cucc, már mint az elfbár azért nem legális jelenleg Magyarországon, mert üzleti érdekeket sért. Mert jó! Hát nem a gyerekeket akarják itt megvédeni, vagy inkább úgy mondom, hogy nem csak arról van szó, hogy a gyerekeket akarják megvédeni, hiszen hogyha kizárólag a gyerekekről szólna ez a történet, attól még simán megnézhetnék, hogy mi van az elfbárban, és hogyha nincs benne semmi veszélyes, ami elég szanszos, hiszen más országokban is legális, akkor itt is legálisá tehetnék, és 18 év felettiek hozzájuthatnának törvényesen, akár a nemzeti dohányboltokban. Az elcigarettákat és ezeket a dohányzást imitáló termékeket már betiltotta a kormány, tehát azokat sem lehet legálisan... E cigarettákat? nem tiltotta még be ráadásul? Tehát, hogy az, mert hogy ugye van különbség az, az, az e illatosított variációját, az illat anyagokat az Ennyit tesz az lehet, ember nem dohányzik, hanem, hanem, hanem a, hagyományos, hanem a hagyományos e, -cigaret. e -cigaret. Tehát, ha sokan szívják ezt az Icos szintén, szintén sokan hívják, de mindazt, ami ilyen illatosított, azokat nem lehet ma Magyarországon gyakorlatilag forgalmazni. Na ez az a terület, ahol nagyon nagy a katyvasz. Mert ugye elvileg ma Magyarországon nem lehet dohány alapú nikotinos ízesített cigarettát kapni, se semmi más, ami ízesített és nikotinos, mert az ugye rászoktatja a embereket a nikotinra. Ez a szabály, ez a törvény. Csak akkor én meg azt nem tudom, hogy amit tegnap vettem a dohányboltban, az mi volt? Mert hogy abban nagyon is van nikotin, és nagyon is ízesített. ízesített nikotinos hevítőrudakat vettem a Nemzeti Dohányboltban. Igen. Tegnap jött meg két új íz a nyárra. Én nem mondom meg, milyen termékről van szó, de szerintem aki járt mostanában dohányboltban, az, az nyilván tudja. Nem stikában árulták. Ezeket az ízesített nikotinos cuccokat már nagyon régóta lehet kapni a nemzeti dohányboltokban. Akkor meg mi a nikotinmentes, ízesített, hevitő rudamról van itt szó? Hát arról van szó, hogy ami a dohánygyáraknak és a nelnek jó, az legális. Ami meg nem, mint például a manórúd, az meg illegális. Vagy majd lenyúljuk. És lesz majd narancsízű, felcsúti törperúd a nemzeti trafikokban. És lehet szívni a felcsúti törperúdját. Nem lesz túlságosan új az élmény, mert eddig is ezt csináltuk. Az viszont mindenképpen új élmény lesz számodra, ha megnézed az előző elfbáról szóló videómat, persze csak akkor, hogyha nem láttad. Tehát ha láttad, akkor is megnézheted még egyszer, csak annak semmi értelme. De ha nem láttad, akkor kattints ide alá, mert hogy itt van alattam, szóval kat.